Magányos busz megálló. Ez így nincs. Egy busz megállóban magányosan álló nő. Na, így. Na, így. Igazi abszolút. Teljes kiflém, édes zsömlém, mártír bögré. Hú, ha erre most mit lépek a tejukat? Mártír bögré. Szerintem a nézők között sorsoljunk ki mártír bögréket. Az mi? Jó lenne, ha nem lenne három napja ott. Ja, hogy én vagyok büdös. Saját magadra is bajkod. Mennék én szívesen, mennék én. A falka volt! Fókám én nekem! Menni fog? Ezzel a kérdéssel utaztam ki a karácsonyi labdádat, hogyha nem vagyod abba, te mi most sperma vagy? Mi lesz a vége? Sperma vagy, de igen. Nem. Tegyük össze. Ja. Jó, még egyszer. Melyik legyen először? Úgy érzelmileg, melyik a jobb? Hát ennyi szabadsága legyen az apukáknak. Jó. Hát ezt még hátra nem felejtettem el, jó. Ez a késő fogom kiukasztani a karácsonyi labdádat, hogyha nem vagyod abban, te perbe hagyjál! Ennek szívos lesz a vége! Menni fog, bízom benne! Nem, táplálkozás tudomány. Miért igaz a mondás, hogy jobb ma egy veréb, mint ha holnap túzok? Jó, jobb ma egy veréb, mint holnap egy túl. Egy túl. Na most! Felolvastál még egy túl! Megtenné ezt a bizottságnak, fiatal barátom! Tudom, hogy nem kezdtem jól, most hát. Vagy megkérjük a kollégát, hogy olvassa fel. Hogy ajtott ilyen messzire? Olvasás után, hogy hiányoztam az igazság. Csenges fővárás! Fő okos! Miért mit mondod? Fő orvos! Mióta váltottál munkahelyet, Csomi? A nevem és a szakmám is ugyanaz! Juhász! Gyere, egyetem nyelv!